Márciusban jelent meg a Pagony zenekar első kislemeze Képtár címmel. Az együttes 2015-ben alakult meg, ugyanebben az évben megmérették magukat a Pop Rock Jazz Fesztiválon, ahol első helyezést értek el. A zenekar azóta sokat fejlődött, a közös munka összecsiszolta a tagokat, az utóbbi hetekben lemezbemutató koncertjükre készültek. A Pagony repertoárjának a 75%-a elhangzik ma a mostani repertoárnak. Az első blokkunk, az első saját blokkunk az líraibb lesz, ez lesz a kórussal, a második blokkban pedig a bulizósabb számokat fogjuk előadni. Az egy során színpadra lépett a Szedárnól és a Paksi Városi Vegyeskar is. Kerner Péter, a Pagony frontemberének gyerekkori álma valósult meg azzal, hogy koncertjükön a Vegyeskarra közösen adták elő dalaikat. 12 évesen én nekem volt egy ilyen álom, hogy egyszer szeretnék egy szimfonikus zenekarral és egyszer egy kórussal zenélni. Hát ezt fogjuk ma az egyik részét megvalósulni, látszani. Kérte Péter, hogy ezeket a dalokat hallgassam meg, gondoljam át, hogy hova lehetne kórust beleálmodni, és természetesen ő is elmondta az elképzeléseit, és akkor így írtam rá kórusrészt, próbáltuk először külön, majd eljöttek hozzánk a zenekar, és ez egy nagyon, nagyon érdekes kitekintés, műfaji kitekintés a kórusnak, úgyhogy nagyon várják már. Koncerten több vendég is színpadra lépett, többek között Hess Ádám, Pór József és Széles Máté is színesítette az estet. A Csengely Dénes Kulturális Központ nézőtere megtelt az eseményen. A nézők szűnni nem akaró tapssal jutalmazták az együttest a produkció végén.